2011. októberében alakult meg az Új Magyar Kamara Zenekar, melynek vezetője a Liszt Ferenc díjjal, valamint Bartók Pásztori díjjal is elismert hegedűművész Bánfalvi Béla. Művészi pályafutásának állomásai közt találjuk a Magyar Állami Hangversenyzenekart, ahol koncertmesterként tevékenykedett, de tagja volt a Bartók Vonós négyesnek is, később pedig negyed évszázadon keresztül a Budapesti Vonósok Kamara Zenekart vezette. Nagykanizsára szintén koncertmesteri minőségében látogatott el, hegedű játéka mellett vezetői képességeivel is elkápráztatta közönségét. Ez az a szakma, amit nem tanítanak. Tehát az, hogy egy kamarazenekari koncertmesternek hogyan kell próbát vezetni, hogyan kell a koncerten egy zenekart vezetni, ezt sehol nem tanítják. Ezt csak saját erőből lehet megtanulni, a tapasztalat hozza. Karmesteri feladatokat is el kell látni a koncerten, és valahogy ez az egész dolog olyan, hogy amikor a zenekar egy búra alá kerül, egy képzeletbeli búra alá, amikor már nem az akarat dolgozik, hanem amikor történnek a dolgok, és az ember hagyja történni, akkor jó a koncert, akkor igazán jó a koncert, ehhez kell egy jó akusztika is, kell rengeteg előmunkálat, hogy ez kialakulhasson, megteremtődjön az a közös gondolkodásmód, amely ezt az eredményt tudja hozni. Hát, ennek ez az ára. A repertoárban szerepelt az 1820-as években komponált D-moll vonós négyes, melynek megjelenését a szerző Schubert már nem érhette meg. A zeneműben a Halál és a Leányka című dal variánsa is felcsendül. Legalább ennyire szívhez szóló Grieg két elégikus melódiája, a Szív sebei és az Utolsó tavasz. Az esten egy igazi kuriózum is felcsendült. A Haydn nevével fémjelzett Quintetto Concertante sokáig méltatlanul a feledés homályába merült, míg kottája elő nem került a Zeneakadémia kottatárából. Az Új Magyar Kamara Zenekar rendszeresen műsorára tűzi, ezzel is hirdetve a mű örökbecsű szépségét. Ezt a darabot régóta játsszuk. Két brácsa szólam van benne, tehát a két brácsás előtt majd külön pultot lehet látni, hiszen nem ugyanazt játsszák. Egészen különleges. Annyira szeretjük, mert a lassú tételben van egy brácsa szóló, amelyre a hegedű válaszol. Egészen fantasztikus. Szinte meg nem mondanám, hogy Haydn írta olyan. Szinte romantikus zene. Műsoron szerepelt még Elgár szerenádja is, mely az igazán gyors tételeket mellőzve valódi érzelmes mű, a zenekarok egyik kedvenc és leggyakrabban játszott darabja. Látni ugyan törekvéseket az ország zenekultúrájának feltámasztására. A kezdeményezéseket pozitívnak tartja Bánfalvi Béla, de szerinte az egyének, szólisták helyett a zenekaroknak kell előtérbe kerülniük. Ha ott jó utánpótlás keletkezik az iskolákban, tehát az alapszint magas, akkor mondható el szerintem, hogy egy országnak a zenekultúrája, a képzése, az oktatása, az betölti a feladatát. Ehhez nem csak tanár kell, hanem növendék is. A zene az utóbbi időben szerintem nagyon jelentősen leértékelődött, és nagyon sok minden negatív dolog jelent meg. Tehát az anyagválasztás már korlátozott. Én például most, mindjárt meg is mondom, hogy lassan 40 éve tanítok. És most egy pár éve érzem azt, hogy a képesség, hogy igazán nagy koncertet eljátszon, már nincs meg. Nem merem már odaadni. És ezek ijesztő tünetek.
meg kell mondjam. Tehát itt a tanárom annyit mondott, hogy a baj nem akkor van, amikor megtörténik. Most történik a baj, de ennek a gyökerei szerintem sokkal-sokkal régebbre nyúlnak vissza. Én nem állítom, hogy nem vagyok elkeseredve a mai történések láttán, és én csak egyet nem tudok, hogy a nagy általánosságban orvosolható-e még, visszafordítható-e még, mert mentalitásban érzem a problémát. És egyszer volt szerencsém Buzánszky Jenő mellett ülni egy vacsorán, és pont erről kérdeztem a magyar labdarúgás kapcsán, mert ott is bajok vannak, és pont ugyanezt mondta, hogy a fiataloknak a mentalitása nem alkalmas arra, hogy a régieknek a sikereit hozzák, mert más az indítatás, más az indíték. A régiek nem pénzért csinálták, hanem azért csinálták, hogy az emberek boldogok legyenek. Egy zenész esetében ez úgy jelenik meg, hogy azért csinálom, mert szándékom van mondani szeretnék a darab kapcsán valamit. Azt a saját szűrőmön átszűrve nekem közlendőm van. Ezért dolgozom. És ez, amikor valóban az ügy érdekel valakit, tehát ez az ügy szeretet, ez minthogyha most már csak lámpással lehet találni. Szerencsére az Új Magyar Kamara Zenekar esetében nem ez a helyzet, vélekedik Bánfalvi Béla, aki rendkívül büszke csapatára. Ragyogó erőkből áll. Tehát úgy lett összeválogatva, ezt a családdal együtt alapítottuk. Mi családunkban mindenki profi zenész, és nagyon-nagyon gondosan mérlegeltünk nem csak a szakmai oldalt, hanem az emberi oldalt is, amikor összeválogattuk a csapatot. Milyen tulajdonságokat vesznek figyelembe, amikor az emberi oldalról van szó? Hát nem egy egyszerű dolog annak megfelelni. Tagja legyen a közösségnek, alkalmazkodjon a közösséghez. Úgy vegyen részt a munkába, úgy legyen aktív, hogy ne legyen domináns. Ezek nagyon nehéz dolgok. Találjon a szó az emberek között. Tehát valami fajta közös gondolkodásmódot meg kell találni. Illetve olyan embereket kell keresni, akikből ez a gondolkodásmód, ez a közös gondolkodásmód jön, tehát eleve adott. És hát akkor a munka során derül ki, hogy tényleg jól döntöttünk-e. Volt itt is olyan pont, ahol változtatnunk kellett, mert nem volt igazán sikeres. És most ez az évek alatt természetesen párszor változtatva, de összeállt egy olyan csapat, amelyik képes ezt produkálni.